Önöket becsatolni. Legyen tanulmányi kirándulás. Csak nem mi. Hogy sem tudsz mindent, amit tudnod kéne rég. Elviszlek egy nagy-nagy út. Gyere, Befé! Nincs még itt a vég. Kaland pár ezer nyit, nincs itt határ. És majd ámulsz-bámulsz, mert még ilyet soha nem láttál. Gyere, várunk rád is, menjünk már is. Itt lesz a tenger mélye. Meglátod végre, vár a szivárvány kékje. Ki ne hagyd azért se. Szálljunk a légbe. A lég! Mert hogyha nem tudsz mindent meg, mit már tudnod kéne rég. Itt el annyi már elég, ha velem felszállsz, mint a gép, 100 000 rejtély. Ha érdekel, hogy a világ milyen, mégis ne félj. A városban. Írta Noel McNeil, George Arthur Bloom és Jocelyn Stevenson. Szinte hihetetlen, hogy ez a rengeteg vadállat itt él a város kellős közepén. Igen, de ha nem volna állatkert, ők sem volnának itt. Magától egyetlen róka sem élne a városban. Miért nem? Olyan szép barlangjuk van, és a kicsinyeik biztosan vannak. Vadászniuk sem kell. Sajnálom, gyerekek, el kell mennetek. Záróra van. A szakirodalom szerint a vándorsólyom, mint ez is itt, barlanglakó és más madarakkal táplálkozik. Tényleg vicces, hogy itt neki is van saját barlangja. Nyilván ő az egyetlen sólyom, közel s távol. Mennünk kell. Miért? Záróra van. Jaj, de kár. Mindenki megvan, csak Vanda és Ralfi nincs itt. Ez nagyon vicces. Ha volna farkam, én is szívesen lógnék rajta. Hé, Vanda, Ralfi, mindenütt kerestünk benneteket. Jaj, de ezek az opuszum egerek. Itt az állatkertben ideális lakhelyet csináltak nekik. Vannak fák, ahol lóghatnak, és búvóhelyük is van. Ezért mondta Miss Mici, hogy állatkertet nem könnyű építeni, mert azoknak olyan környezet kell, mint az eredeti volt. Persze, a város közepén. Jól van, most már mindent láttunk, és mennünk kell. Éjszakára bezárják az állatkertet. A fedélzetre, gyerekek! Miss Mici! Irány a busz, vadgalambocskáim! Mindenkinek tetszett az állatkerti séta? Láttátok a majmot, a solymot, a rókát, a fókát? Nagyon jó volt megtudni, hogy élnek ezek a vadállatok a valóságban. Igen, mert ha az ember városban él, soha nem láthat vadállatokat. De láthat, csak apró részletekben. Káosz! Ahogy Kos bácsikám mindig mondta, vad az, ahogy a vad csinálja. Öveket becsatolni? Hé, Ralfi, nem találod ezt furcsának? Úgy értem, hogy normális tanulmányi kiránduláson voltunk, egy sima, normális kiránduláson. Miss Micinek biztos elég hátborzongató volt a város kellős közepén látni a fókákat, rókákat és vadakat. Nem is hátborzongató, mert minden állatnak van helye bőven, és mindent megkapnak, ami kell. Ez igaz. Sokkal rémisztőbb a kóbor városi állatok látványa. Gondoljátok magatokat a helyük. Helyes a beszéd, Tim. Megtudod, milyen a élete, csak bújja bőrükbe. Tessék! Tim, kérlek, hogy azonnal vond vissza. Busz! Te a... Ne! Dolgod! Miss Mici! Ma aztán tényleg nem kellett volna kibújnom a barlangomból. Csak képzelődöm, hogy a buszunk medvévé változott. És Lizzie még mindig ott van. Mind vadállatok lettünk, akkor viszont bajban vagyunk. Ó, nem okvetlenül, Tim. Csupán kockáztatni kell, maszatosnak lenni, és megtanulni, hogyan lehet túlélni a városban. Ha ugyan lehet itt túlélni. Ugyan már, nem olyan nagy dolog az. Nem kell más, csak élelem és biztonságos búvóhely. Csupán csak ennyi, Carlos. Egy madárnak ez nem nagy ügy. Én arra szavaznék, hogy előbb szerezzünk élelmet, aztán... Menekülj!
Szívesen vagyok opusszum egér a városban. Nem biztonságos. A buszban biztonságosabb volna. Jó ötlet, Ralfi. Irány a busz! Ójjaj. Hová tűnt a busz? Arról volt szó, hogy marad minden esetre, de a medve nem bújik ki a bőréből. Ott van! Hé, Livi, állj! Várj meg bennünket! Livi! Mit csináljunk most? Semmi gond, gyerekek. A mosómedvék nem tudnak fütyülni. El kell kapnunk a buszt és eltűnnünk, de gyorsan ám. Mi Carlosszal tudunk repülni, majd jelezzük, ha látjuk. Ennivalót keres. Hé, gyerekek! A busz egyenesen a városközpont felé tart. Valakinek mennie. Nem szabad, hogy más találja meg. Mit csináljunk? Mi sem sétálgathatunk a városban el. Vadállatok vagyunk. Ugyan nem kell megijedni. Ahogy Leo bácsikám mondta mindig, ha tudod, mit akarsz, félig meddig már a tiéd is. A buszunkat akarjuk. Gyertek! Várjatok meg bennünket! Tim, állj! Várjuk meg a többieket! Nem tudtam, hogy az oposszumok ilyen lassúak. Hát ez meg micsoda? Hogy kerül ide? Szegényke, biztosan elveszett. Éhes lehet, és épp úgy fél, mint mi. Nem látszik riadnak. Nem, úgy nézem, pontosan tudja, mit csinál. Mi a baj, Jake? Futás! Átugrunk a falon! Jake, ide! Felejtsd el, Jake, úgy kapni bármi is az. Ez egy remek búvóhely. Gyere! Haza. Hú, elmentek. Biztosan? Minden rendben. Gyertek már ki innen, így sosem találjuk meg. Az előbb egy oposszum, most meg egy mosómedve. Mi folyik itt? Hogy kerül ide egy mosómedve? Szik, hogy itt táplálkozik. Kicsit röstellem, de ezeknek a férgeknek mennyei az illata. Azt hiszem, hogy nem igényli a társaságunkat. Jaj.
Nem mondom, Phoebe, rókafarkad eddig még nem volt, csak lófarkad. Egy mosómedve van odabent, pont olyan, mint Miss Mici. Ki hitte volna? Itt a város kellős közepén. Ugye milyen érdekes? Ha az opusszum is, meg a mosómedve is talált ennivalót, miért ne találnék én is? Éhes vagyok. Kérsz cseresznyét? Ralfi, nem hiszem, hogy a háziak örülnének, ha tudnák, hogy leeszed a termésüket. Ha, én mondom, Dorothy, ez különlegesen finom cseresznye. Jöjjön mindenki, enni ráérünk, most meg kell találnunk a buszt. Hagyd őket, Tim, hadd egyenek. Mi felszállunk és átvizsgáljuk a terepet. Rendben, de ne maradjatok sokáig, kezd sötétedni. Sietünk vissza. Látsz valamit, Carlos? Látok két éjjeli héját. Héját? Itt a városban. Valaki biztos szólt nekik, hogy érdemes bejönni vacsorázni? Senki nem mondott nekik semmit. Biztos észrevették a lepkéket, amikor épp erre röpültek. Akkor a város nekem is megadja, amire vágyom. Egy finom, ízletes héját vacsorára. Carlos, hogy merészeled? Meg kell keresnünk a buszt, nem emlékszel? De Dorothy, solymok vagyunk. És a solymok madarakat esznek, és én éjjel vagyok. Ha nem találjuk meg a buszt, vissza kell mennünk a többiekhez. És mindenkinek kell valamit ennie, bármi, csak tolla ne legyen. Nézd, ott a busz! Menjünk utána! Hová tűnt? Szem előtt évesztettük. Nem látom sehol. Én kezdek nagyon kifáradni. Én is. Jó lenne találni egy jó sziklát, ahol megpihenhetnénk. De hol találunk sziklát itt a város kellős közepén? Nem gond, itt egy. Jaj, Carlos, nézd meg jobban. Nem szikla az, hanem felhőkarcoló. Látod? Nem mindegy. A lényeg az, hogy itt biztonságban vagyunk. Ha nekik megteszi, miért ne tenné meg nekem is? Ahogy Miss Mici mondaná, ami az egyiknek felhőkarcoló, az a másiknak sziklaszírt. Hol van Dorothy és Carlos? Remélem, nem tévedtek el. Nem kellett volna elengedni őket. Én már sajnos nem tudok tovább várni. Arnold, te meg hová mész? Ennivalót keresek. Én is megyek, majd éhen halok. Ha mindenki elmegy, hogy talál meg bennünket Dorothy és Carlos? Ahogy Peregrinus unokaöcsém szokta volt mondani, sose becsüld le a sólyom ügyességét, mert ő mindig meglátja, amit keres. Egy medveformájú busz nem mehetett át észrevétlen ebben a kereszteződésben. Mi volt ez? Mi ez a furcsa zaj? Úgy néz ki, hogy egy medve. Egy medve! Egy medve! Hívnunk kell a rendőrséget. Vagy az állatkertet. A busz biztosan találtott valami ehetőt. Nem kölyök Maci ő már, tudjátok? Gyerünk! Én nem látom a buszt, és ti? Micsoda előkelő közétkeztető. Én csiklandó. Rajta fut itt bőven, mint... Még hogy nem jó az ellátás. Egyszerűen fantasztikus. Fajta állat vagy, mint az opossó medve. Amelyik mindenféle dolgot megeszik, akkor a város terű-terű, asztalkám. Élelem, sok búvóhely. Kezdem azt hinni, hogy a vadállatok megélhetnek a városban is. Lehet, hogy a mosómedvék, az oposszomok, a patkányok megélnek, de a nagymedvék nem. Hová bújhatott el? Pedig megérzem, hogy itt volt. A róka orra megmondja. Igazad van, biztosan megijedt, amikor meghallotta azokat az embereket. Talán arra ment tovább. Ah!
nektek? Én már jobban vagyok, hát te? Menjünk vissza a többiekhez. Hé, kíváncsi vagyok, hogy ez hová megy. Jaj, nem! De igen, nem csodálom, hogy a kollégák itt vannak. Ez biztonságos pihenőhely és zsákmány is van. Mit kell majd csinálnunk, ha nem találjuk meg a buszt? Nézzétek, itt is egy lábnyom. Erre kellett jönnie a busznak. Nem csak. Sokkal egyszerűbb így gyalogolni, itt nincsenek se autók, se emberek. Olyan, mint az országút, csak vadállatok számára, nem igaz? Nézzétek! Hát ez meg hová rohan? A busz olyan messzire ment a várostól, amennyire csak tudott. Városvidéknek egyre megy, Tim. Mindaddig, amíg meg nem találja, amit keres. Gyertek velem! Nem fogtok hinni a szemeteknek! Kis rókák! A vadállatok nem csak megélnek a városban, és szaporodnak, utódaik születnek. Különös! Nem? Amíg egy állatnak mindene megvan a túléléshez, bármi megtörténhet. Pszt, pszt. Én is hallok valamit. Miss Mici, bújjon el! Ahogy Madame Fidőzék barátném szokta mondani, fedezékbe! Mit mondtál? Merre láttad azt a lábnyomot, Hal? Itt! Biztosan valami természet fölötti dolog volt. Ez az állatkert vezetője. Róka lábnyomot azt látom. Esetleg mosómedvéjét. De nagy medvéjét nem. Meg kell találnunk, elaltatnunk és visszavinnünk az erdőbe, mielőtt még baja este. Akkor keressük tovább. Itt kell lenni a közelben. Jaj, ne! Ezek az emberek a buszt keresik. Ott a sinek mellett! Már tűvé tettük, értetek, az egész várost. Az állatkert vezetője vissza akarja vinni a buszunkat az erdőbe. Azt hiszi, hogy igazi medve. Nem csoda. A busz is azt hiszi magáról, hogy medve. Tudjátok, hol van? Baj van, baj van. Nagyon-nagyon nagy baj van. Mi is tudjuk, hogy baj van, de ha az állatkert vezetője előbb találja meg Lizit, még nagyobb baj lesz. Akkor egész életünkben élelem és biztonságos búvóhely után kutathatunk. Mi, rókák, opusszumok, solymok és mosómedvék még csak el is boldogulnánk valahogy, de egy medvének semmi esélye nincs a városban, mert túlságosan nagy. Ravaszti megállapítás, fi? Röstellem, hogy ilyen helyzetben is a gyomromra gondolod, de ennivaló szagát érzem. Ez szemétszag. Hulladék! Hé, itt egy nagy szeméttároló a közelben. Valahol itt kell lennie annak a medvének. Itt vannak a lábnyomai. Tennünk kell valamit. Hát, ha én medve volnék, egy barlangba bújnék-e. Csak hogy errefelé egy barlang, Phoebe. Biztosan? Annyira biztos vagy e felől? Értem már. Szorult helyzetben biztosan találnék egy barlangot. Már pedig helyzetben van. Látjátok, ugye? Hé, hey, Hal, erre gyere! Nem engedjük, hogy megtalálja, megpróbálom feltartani. Mi volt ez? Egy róka, de milyen szép példány. Nem vagyok meglepve. Egy egész róka családot láttam itt a szeméttelep közelében. Semmit se tudtam csinálni. Rám sem hederítettek. Mert tudják, hogy a rókák gyakran bemerészkednek a városba. Hogyan szabaduljunk meg az állatkert vezetőjétől, hogy ne találhassa meg a buszt? Ne aggódjatok, gyerekek, bízzátok rám. Mi ez? Azt hiszem, egy mosómedve. Nem téveszthettem össze egy mosómedvével. Biztos, hogy a családja is itt rejtőzik a közelben. Majd holnap visszajövünk, menjünk aludni. Igen, sikerült! A mosómedvék fütyülésben nem túl jók, de a sziszegésben annál inkább. Akkor szóljunk a busznak! Gyerünk, ébredj! Hé, busz! Lizi, ébredjetek!
Ahogy mindig is mondtam, egy nagy busz képes sokáig aludni, így meggörnyedve és megdermedve. Igazam van, busz? Éjjel felébred a bén! Nos, azt hiszem, ma estére elég volt az izgalmakból. Jól hiszem, kedveskéim. De sikerült túlélnünk, nem igaz? De még mennyire? Lizzy! Libasorban, gyerekek? Sajnálhatod, hogy nem jöttél velünk, Lizzy. Annyi vadállat él a városban, hogy azt el sem hinnéd. Azért tudnak megélni, mert találnak élelmet és biztonságos búvóhelyet. És azért itt megélni, mert ha nem muszáj, nem hagyják el biztonságos búvóhelyeiket. Néha megtalálják őket, mert a lábnyomaikat ott hagyják. Például a városba vezető vasúti sínek mentén. A város se nem rossz, se nem jó hely a vadállatoknak, csak egy hely, ahol megélnek. De azért sok állatnak biztosít élőhelyet a város is. Már alig várom, hogy újra elmenjünk az állatkertbe, hogy lássam azokat az édes kis rókákat. Köszönjük, Miss Mici, állati jó tanulmányi kirás volt. Ez jó volt, Ráfi. Haló? Varázslatos iskola busz? 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 Lehet még jelentkezni? Van még hely? Csodálkoznék, ha egyetlen vadállat is élne itt, Lizzy. Tudod, mit akarsz mondani, Lizzy? De benne voltál a filmben. Csak nézd tovább. Halló, varázslatos iskola busz, itt a producer. Jó napot. Hogy lehet, hogy a róka megél a városban, a medve viszont nem? Ahogy a filmben is láthattad, a medve nem tud elbújni, és a medve veszélyes lehet. Ha egy medve megpróbálna a városban élni, folyton bujkálnia kellene az ember elől, ahogy mutattuk is. Értem. És mi van, ha lakásunk közelében él egy vadállat? Nagyon sok vadállat él körülött, csak nem is veszünk róluk tudomást. Mókusok például, vagy madarak. Ha távcsővel megnézed, ott élnek egymáshoz közel, és nem zavarják egymást. Előfordul, hogy az állatot nem látod, de észreveszed a nyomát, amit maga után hagy. Például a lábnyomát, vagy az ürülékét. Csak ezt nem ismeri fel mindenki. De vannak kézikönyvek, melyekből megismerheted ezeket a nyomokat. Hé, Lizzy, azt hiszem, él itt a közelünkben egy mosómedve. De ha meglátsz egy vadállatot, ne közelíts hozzá, mert veszélyes lehet. Él néhány mosómedve itt a közelünkben, de iszonyatosan büdösek. Meg lehetne győzni őket róla, hogy költözzenek el máshová? Persze. Nézz utána, hogy hova járnak élelemért, és tüntesd el onnan az ennivalót. Ha nem tenniük, elvándorolnak máshová. Szedj össze minden ételmaradékot, és a kukát mindig fedd. Köszönöm a tanácsot, kipróbálom. Lizzy, lehet, hogy igazad van. Nem sokat voltál ebben a részben. Akkor most akarsz szerepelni? Ezt nevezem városi vadállatnak. Magyar hangok. Zsurs Kati, Simonyi Balázs, Bálint Sugárka, Seszták Szabolcs, Simonyi Piroska, Molnár Levente, Csőre Gábor, Mícs Ildikó, Molnár Ilona, Holnándor, Szokol Péter, Németh Kriszta. Magyar szöveg Miklós Lívia, hangmérnök Metzger Zoltán, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály, szerkesztő Szádvári Szabó Zoltán. A szinkront a Minimax megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.